Próbálom át a széki pedagógus kódus. Az együttes jövőre jubileumát ünnepli, 30 esztendővel ezelőtti megalakulásokra emlékeznek. 1990-ben megalakult a Máta Széki Pedagógus Kórus, néhány lelkes pedagógus egy kollégájuk esküvőjére állt össze, és ott énekelt. És annyira jól sikerült a dolog, hogy utána hát folytatása lett, és rendszeresen utána karácsonyi műsorra készültek, és utána megalakult ez a közösség, bővült ez a közösség, és immáron 30 esztendeje, hogy fennáll. Számos fellépés, megmérettetés, siker van már az együttes mögött, és az évek során külkapcsolatokra is sikerült szert tenni. Ez erősíti a kórust, és ezzel tudunk tovább lépni, és egyre inkább fejlődni. A kötődések, az emberi kapcsolatok, és az együtt éneklés öröme, hogy megtapasztalni, mi az nagy létszámban együtt énekelni, és együtt lenni. Ez a felvidéki kapcsolat 22 éve létezik, ez a Somorjai Híd vegyeskar, akivel hát ez a hosszú-hosszú barátság, ez már tényleg baráti szálak kapcsolódtak össze, és baráti szálak alakultak ki a csoporttagokon belül is, közös programokkal, nem csak énekléssel, hanem különböző kulturális és egyéb szabadidős programokkal. És ez nagyon jó hatással van a kórusra, összetartó erő, nem csak a mi kórusunkon belül, hanem a másik kórussal együtt is. Nyilván a 30 év jelentős változásokat is hozott a kórus életében. Mégis sikerült egyben, és ami még nagyobb szó, életben és folyamatos fejlődésben tartani. Az összetartó erő talán az, hogy mindenki szeret énekelni, szeretjük a fellépéseket, szeretjük a kihívásokat, szeretünk együtt tölteni a szabadidőnket, külföldre járunk, kirándulásokra, itthon, színházlátogatásra, koncertekre. Ez egy civil közösség, benne vagyunk Bátaszék közéletébe, de azon túlmutatóan is részt veszünk meghívásokra, elmegyünk, és ott is fellépünk. Ez nem csak az éneklésről szól, hanem egy jó közösség, ahova jó tartozni. És nekünk is voltak fiatal kórus tagjaink, csak a továbbtanulás miatt ők nem tudtak járni, de lelkesek voltak innen a helyi gimnáziumból, lányok, fiúk, és sajnos az egyéb teendőik elszólították őket innen, és ezért van fiatalból nálunk kevés. Nem is egy olyan kórustagunk van, aki több kulturális csoportban és aktívan tevékenykedik, és ezt bizony összeegyeztetni a mindennapos életével és család és munkahelyi elfoglaltsággal nem egyszerű dolog. Az alulról építkezés mellett szerintem azért nagyon fontos, hogy Bátaszéken hosszú-hosszú ideje a úgynevezett kultúrpolitika az ezeket a csoportokat támogatta. Tehát a művelődési ház, amióta én a kórus vezetésében tevékenykedem, a művelődési ház mindig is támogatólag állt bármilyen rendezvény kapcsán a kórus mellé. És én úgy tudom, hogy a többi kulturális csoport mellé is. A város az összes civil szervezetét valamilyen módon is tápolni igyekszik, ezt jelzi az is, hogy gyakorlatilag egy rendelet szabályozza azt, hogy a civil szervezeteket milyen módon támogatja évente pályázati eljárással tulajdonképpen az önkormányzat, és ez már az elmúlt 5 évben jól bevált gyakorlat alapján működik, és hát remélhetőleg a jövőben is fog működni. Én azt gondolom, hogy egy akkora település, mint Bátaszék, tekintettel arra, hogy színházat nem tarthat fenn, tulajdonképpen a színtereket tekintve olyan helyszíne sincs, ahol mondjuk egy nagy színházi előadást tudna fogadni, kénytelen azokkal a
a produkciókkal, azokkal a helyi kezdeményezésekkel és helyi produktumokkal gazdálkodni, ami éppen rendelkezésre áll. Ezért én azt hiszem, hogy a városnak mindig célja is volt, és örült is annak, hogyha voltak olyan kezdeményezések, amelyek alulról jövő kezdeményezések voltak, akár színjátszó csoport, akár énekkar, akár tánc csoportok működése, még akkor is, hogyha több párhuzamosan működött, örült annak a színességnek, ami ebből megjelent, és tulajdonképpen ez a színesség, ez tükrözi többek között egyrészt a kulturális hagyományait a városnak, másrészt a népcsoportbeli összetételét is jellemzi, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon is helyén van, és a jövőt illetően is helye lesz ezeknek a megnyilvánulásoknak, illetve ezeknek a civil szervezeteknek.